Erzsébet utalvánnyal is lehessen fizetni az önkormányzati óvodákban és iskolákban, ez az MSZP frakció javaslata. A kérdést rendkívüli testületi ülésen vitatják meg a képviselők. Körös Péter az MSZP frakció vezetője szerint sok családban likviditási gondokkal küzdenek, ahol nagy segítség lehet, ha utalvánnyal tudják gyermekük étkeztetését fizetni. A beváltott utalványokat az önkormányzat számolná el a forgalmazónak, vagyis a Nemzeti Üdülési Szolgálat KFT-nek. Nagyon sok szülőtől érkezett hozzánk megkeresés azzal kapcsolatban, hogy érthetetlenek tartják azt, hogy bár január 1-e óta törvény szabályozza az Erzsébet utalványjal való fizetés lehetőségét, ennek ellenére a közétkeztetésben, illetve a szociális étkeztetési területen ezt a fizetőeszközt jelenleg nem fogadja el az önkormányzat, illetve az önkormányzati intézmények nem fogadják el. Erről szól a javaslatunk, hogy ezt különösen egy iskolakezdéshez azt gondoljuk aktuálisan a jövőben lehessen ezzel az eszközzel is fizetni. A javaslatnak egyetlen költségvonzata lenne, mivel az önkormányzatnak az elszámolt utalványok után 6% plusz áfa, úgynevezett beváltási jutalékot kell fizetnie. A kerületben a közétkeztetés körülbelül évi 800 millió forint, ennek a felét fizetik a szülők, a másik felét az önkormányzat. Ha a szülői rész 20-40%-át Erzsébet utalvánnyal fizetnék, akkor ez az önkormányzatnak havi minimum 480, maximum 960 ezer forintos költséggel járna. Ha azonban a közétkeztetési szerződést módosítják, akkor ez nem kerül többletkiadásba. Így a kerület vezetésének tárgyalásokat kell kezdeményeznie a közétkeztetést végző vállalkozásokkal, hogy azok fogadják el az Erzsébet utalványt.